Néhány érdekes hírt találtam, amit gondoltam megosztok villámgyorsan, már mennyire ezt lehet. És ez az első, ez Mr. Doom csatornájáról való, illetve ez az összeállítás, én szerintem megéri követni, ugyanis elég jó összeállításokat találhatok, ahol a legfontosabb, legérdekesebb hírek benne vannak. Azt hiszem, hogy egyszer vagy kétszer egy héten, de vannak egyéb csatornák, mint Calm, vagy Jason A, és egyéb ilyen hírcsatornák, ahonnan összetudjátok állítani azokat a híreket, amelyek érdekesek számotokra. Ez az első, egy meteor videót megnézhetitek, azt hiszem, hogy Oroszországban látták egyre több, illetve a hírekben egyre több szerepel, és szerintem ennek egyértelműen jelentősége van, ugyanis olvashatjuk az írásban, hogy az utolsó időkben csillagok a Földre hullanak, ezek azok, amiket látunk, a meteoroknak semmiféle köze nincsen bolygókhoz, vagy olyan élőhelyekhez, ahol landolni tudunk, vagy élni lehet, ezek egész egyszerűen más dimenzióban élő lények, illetve a spirituális lények, ahogyan azt az írás is megfogalmazza. Érdekes dolgok történnek a világon, ez ugye arról van szó, hogy a Hellmouth kráter megnyílt. Ez Észak-Kelet-Szibériában található, ez a nyílás, és állítólag ugye 200 000 évre visszamenőleg lehetőséget nyújt a tudósok számára, hogy visszatekintsenek az időben, ugyanis mélysége miatt ezekben a rétegekbe hatol le. Ez maga a kráter szerintem csak azért érdekes, mert ugye természetesen egyrészt maga a program, hogy a Föld több milliárd éves, ez segít az emberek agyába tovább elültetni, illetve nyilvánvalóan a klímaváltozás, hiszen ezáltal betekintést nyernek más korszakokba, és onnan információt tudnak szerezni ezekről a dolgokról, amit természetesen a globális felmelegedés, illetve a klímaváltozás vizsgálatához használnak fel. Ugyanakkor természetesen arról is szó van, hogy világvége hangulat, hiszen ilyen kráterek keletkeznek a Földön. Szóval egy-egy hírrel több legyet is lehet egy csapásra ütni, és még akkor is, ha jelentéktelennek tűnik a hír, érdemes odafigyelni, hiszen mindig a hátsó szándék a lényeg, és az, hogy vajon mire is megy ki a játék. Ebben az esetben természetesen a globális felmelegedés, klímaváltozás, az öreg föld, az úgymond öreg föld, a föld életkorának a programozása és a világvége hangulatkeltése is a terítéken van. Korábban már volt szó erről a problémáról, ugye az emberi tevékenység következtében létrejött földrengések, azok, akik még mindig nem értik, hogy a klímaváltozás az valóban egy ember okozta folyamat, csak probléma az, hogy ezt a folyamatot szándékosan viszik véghez annak érdekében, hogy a tömegeket kontrollálni tudják. Természetesen a széndioxid kibocsátás lesz a fő ok, ugyanis ha mindenki belegondol abba, hogy hogyan működik az emberi szervezet, akkor hamarosan rájön arra, hogy széndioxid nélkülözhetetlen az ember működéséhez, hiszen ez az, amit az emberi szervezet termel, úgyhogy ha ezt megadóztatják, akkor mindenki elég nagy bajban lesz. 3 millió amerikairól van szó, aki az ember tevékenységének következtében fellépő földrengések áldozatává válhat 2017-ben. Ezek az esetek Oklahomában és Kansasben vannak többnyire, ugye Oklahomában van rengeteg fracking, amiről szó volt szintén, most ebben nem megyek bele, hogy hogyan működik a fracking, de röviden annyit, hogy különböző vegyi anyagokat, több mint 600 vegyi anyagot vízzel keverve a kőzetrétegekbe fecskendeznek, és ahogyan megreped a kőzetréteg, a gáz felszabadul és a felszínre tör, közben ez a mérgező anyag ugye ott marad, és tönkreteszi az ivóvíz készletet, illetve földrengéseket okoz, tönkreteszi az egész
talajréteget, természetesen az emberek életterét ezzel teljes mértékben lerombolja és lehetetlené teszi az életet. A talajvizet megfertőzze pedig ezek után nagyon nehéz az élet, hiszen egyrészt az állattartás is nehézé válik, másrészt maga az élet, de megszabadulni az ingatlanoktól sem egyszerű ezeken a területeken. Oklahoma ugye hatással van magára a nyugati ország része Amerikában, a Cascadia törésvonalra, ami Kaliforniában fenyeget. Nyilván ez is az egyik oka annak, hogy ezt a tevékenységet itt folytatják. Mindenki, aki azt gondolja, hogy ezeket a dolgokat képes ezt megállítani azzal, hogy az utcára vonul, vagy petíciókat ír alá, annak sok szerencsét, a többieknek pedig érdemes felkészülni mindenféle esetőségre, hiszen ezek a tevékenységek nem csak és kizárólag Amerikában történnek. Ausztráliának nagy részét már tönkretették, Nagy-Britanniában most szavazták meg nem régen, és az Európai Unióban is vannak területek, ahol fracking tevékenységet folytatnak. 2016-ban 7 millió ember volt veszélyeztetve földrengésektől, 2017-ben ugye ez lecsökkent 3 millióra. És a lényege az, hogy ez nem egy összeesküvés elmélet, hiszen ez a USGS weboldaláról származik ez a figyelmeztetés, aki második alkalommal adta ki ezt a riportot 2017-ben. Ugye ez United States Geological Survey, és ez a belügyminisztériumnak az egyik intézménye. És bár a tornádó nem újdonság Amerikában, azonban ami manapság történik, az szerintem még számukra is figyelemfelkeltő, ugyanis az egész országot szinte teljesen lerombolja, lerombolják a különböző természeti csapások. Ezeknek az egyik példája ez a tornádó. Még egyszer ugyanaz, amiről már szó volt, amennyiben ezek a problémák itt-ott előfordulnak, az természetesen a nagy többséget nem érinti, azonban ha elég ilyen probléma fordul elő, akkor előbb-utóbb mindenki érintve lesz, nem csak azért, ami a közvetlen következménye egy-egy ilyen eseménynek, hanem a közvetett problémák is, amik ebből származnak, ugye egyrészt az emberek, akik nem tudnak dolgozni, másrészt a munkahelyek megszűnése, közlekedés, infrastruktúra, az ingatlanok árai, a gazdaság, mezőgazdaság, minden előbb-utóbb ennek a hatása alá kerül. Tehát az ember nem teheti magát függetlenné teljes mértékben ezektől az eseményektől. Pontosan ez a cél. Ez viszont egy érdekes jelenség, amit többször is valószínűleg láttatok már ti magatok is, egy elég érdekes felhőképződmény, amiből rengeteg van világszerte, és meggyőződésem, hogy ennek is köze van ahhoz egyrészt, amit csinálnak geoengineering néven, azaz klíma módosítás és éghajlat módosítás címén, egyrészt ugye a chemtrail, amit ugye tulajdonképpen stratospheric aerosolingnak hívnak, ami azt jelenti, hogy a stratoszférába fújnak nano részecskéket, és azt utána később manipulálják különböző technológiával. Ez egyáltalán nem összeesküvés elmélet. Olyannyira nem, hogy akit érdekel, annak elég csak kinézni bármelyik nap az égre, és láthatja, ahogyan a repülők ezt a műveletet végzik minden nap, gyakorlatilag a Föld minden pontján. Akik továbbra sem hiszik el, hogy ez létezik, azoknak azt javaslom, hogy látogassanak el többek között a Carnegie Council for Ethics in International Affairs YouTube csatornára, ami természetesen a Carnegie Council-nak az egyik ágazata, és ott megnézhetik a Launch of Carnegie Climate Geoengineering Governance Initiative videót, ami ugye arról szól, hogy a Carnegie
Council, az a Carnegie tanács egy vitát kezdeményezett, hogy hogyan is tudják befolyásolni, illetve alakítani, módosítani az éghajlatot annak érdekében, hogy nekünk egyszerűbb legyen az életünk. Mindeközben Etna kitört Olaszországban, és ismét fenyegeti a környező területeket. Chilében olyan esőzések történtek, hogy több millió ember jó víz nélkül van, és teljes mértékben tönkretette a területeket, amelyeket érint, azáltal, hogy mindazt a szemetet, amit magával sodort, illetve a köveket, azokat a különböző vízrendszerekbe bemosta a víz. És bár amint olvashatjátok itt lent, a nyár általában száraz, az elmúlt hétvégén az esőzések következtében, ugye ez az, ami történt. Ezért a probléma ugye olyan nagyságrendű, hogy ivóvizet kell osztani az embereknek, ugyanis nem tudnak ivóvízhez jutni Chilében, illetve bizonyos területeken. Csak a fővárosban 1,4 millió otthon vált ivóvíz nélkülivé, és ezek az emberek bármivel, amivel vizet tudnak szerezni, sorban állnak azért, hogy ivóvizet kapjanak. Akik követik az eseményeket, azok emlékezhetnek az erdőtűzre, ami nemrég pusztított Chilében és ezeken a területeken, azután a hőhullámra és most az árvízre. És természetesen mindezt úgy tálalják, hogy ez az autó kipufogó gázai miatt van, illetve azért, mert a tehén túl sokat büfög. Az érdekesség az, hogy egy héttel ezelőtt még ez a terület lángolt, most pedig mintegy 20 ember eltűnt az esőzések és az árvíz következtében. Guatemalában szintén problémákat okoz egy vulkánkitörés, ugye mindeközben ez február 27-ei, úgyhogy körülbelül két héttel ezelőtti hír. Mindeközben több ezren hagyják el Haitit, ugye a 2010-es katasztrófa hatására, illetve a gazdaság összeomlásának hatására elmenekültek Brazíliába, onnan azonban Amerikába kellene eljutniuk, hiszen Brazília is az összeomlás szélén van. Amerikában nem tudnak bejutni az új törvénykezések miatt, így Brazíliában rekedtek, és ilyen körülmények között élnek. Úgyhogy most Tijuanában szálltak meg, és csak azért mutatom ezt mindenkinek, hogy lássák azt, azok, akik még mindig úgy gondolják, hogy nagyszerű az élet, és semmiféle probléma nincsen, hogy ez még akkor is, hogyha ez így látszik itt, ebben az országban, ebben a pillanatban, a világ közben körülöttük leomlik. Es földrengés, ez Fukushima melletti településen következett be február 28-án, és még akkor is, ha tudjuk, hogy a Fukushima történet az egy, így vagy úgy, de egy átverés, akkor is érdekes az, hogy szinte minden területén a világnak problémák keletkeznek, illetve problémák lépnek fel, amelyek természetes problémának tűnnek. Azonban azok, akik figyelnek és figyelme kísérik az eseményeket, tudják, hogy ez annál sokkal összetettebb. Amerikában közben tornádók, jégeső, szél, villámlás és minden elképzelhető természeti katasztrófa sújtja különböző pontjait az országnak.
Érdekesség kedvéért ez Belgrád, és egy különös felhőformáció, amit nem régen észleltek Afganisztánban. Ezeken a lépcsőkön másznak minden nap ezek a gyerekek különböző konténerekkel, hogy vizet vigyenek, és így is problémákat okoz az emberek ellátása, akár csak olyan alapvető dolgokkal, mint az ivóvíz. Érdekes, hogy már befejeztem ezt a videót, amikor egyikőtök küldte ezt a filmelőzetest. Már egy ideje nem követem az eseményeket, de ezt mindenképpen érdekesnek találtam. Geostorm néven fut a film, és mint mindig, ezúttal is elmondják számunkra az igazságot a filmben, amire mindenki azt hiszi, hogy fikció, és tudományos fantasztikus, míg a hírekben, az oktatásban, a politikában és a médiában a hazugságot, illetve a programot erősítik és terjesztik tovább. Ugye a film egy olyan jövőt vázol, amiben a technológia segítségével az emberiség ellenőrzése alatt tartja az időjárás, és ezáltal ellenőrzése alatt tartja az egész világot. Természetesen nem azok, akik Szomáliában éhen halnak, vagy akik Magyarországon a bevándorlókkal küzdenek, azok, akik ellenőrzésük alatt tartják az időjárást, hanem azok, akik a mi jelenünkben is ellenőrzésük alatt tartják az időjárást. Akik elhitetik velünk, hogy olyan nevetséges dolgok, mint az űrutazás, vagy a Mars küldetés az igaz, míg az, hogy az időjárást ellenőrizni lehet, sőt módosítani és irányítani, az pedig tudományos fantasztikum. Ugyanazok, akik évtizedek óta pusztítják a Földet a technológia segítségével, és alakítják az időjárást úgy, hogy az emberiség oda jutott, hogy elhiszi azt, hogy széndiokszid kibocsátás miatt pusztul el az egész világ. És a legegyszerűbb módja annak, hogy elhitessék az emberekkel azt, hogy ez csak tudományos fantasztikum, illetve ez csak valakinek a képzeletében létezik, az, hogy belerakják a filmekbe, és így mindenki azt gondolja, hogy á, ez csak egy film, ez nem lehetséges, miközben ők ezt csinálják évtizedek óta. Mindez a káosz, ami az éghajlatváltozás következménye a világban, és az, ami következik, az mind az ember kezének munkája, és nem úgy, ahogyan azt nekünk mondják, hanem egy sokkal közvetlenebb módon. Programozás mindenhol, semmiféle lehetőséget nem szalasztanak el arra, hogy az embereket programozzák a jövőre, illetve elfogadtassák velük azt, ami következik, valamint, hogy elhitessék velük, hogy bárki is értük dolgozik. Természetesen az, ami következik, azok számára, akik szeme valóban nyitva van, eléggé nyilvánvaló, hogyha figyelitek azt, ami a szórakoztató iparból árad, akkor ki lehet következtetni, hogy a káosz hatalmas, és ennél csak nagyobb lesz. Mindazok az üzenetek, amiket kommunikálnak az emberiség felé, hamarosan valóság lesz, és a legtöbb ember, aki most nevetségesnek tartja ezeket a dolgokat, amikről szó van, csak akkor fog ráébredni, amikor már túl késő lesz. Hiszen mindenki, aki majd akkor kezd el kapkodni és kutatni, hogy mit is kellene tennie, hol is rontotta el, amikor nincs mit enni, nincs mit inni, nincs aludni, amikor az egész világ káoszban áll, akkor nagyon nehéz dolga lesz. Mindazok, akik most azon nevetgélnek, hogy föld lapos vagy sem, vagy hogy a műholdak egy hazugság, vagy hogy az egész elit együtt dolgozik azért, hogy kontrollálja a világot, azok csak akkor fogják igazán megérteni azt, hogy ki is valójában a bolond. Miközben ez történik a világon, érdekes az, hogy a legtöbb ember még mindig csak egy bizonyos szűk sávban képes gondolkodni, és nem hajlandó semmit elfogadni, ami ellenkezik azzal a világnézettel,
amit egész életén át hitt, amihez alakította az egész világnézetét, saját személyiségét és az egész életvitelét, és ezért nem képes átlátni azt, hogy ez az élet és a túlnyomó többsége ennek az életnek a nagy része tulajdonképpen egy hazugság és egy álomvilág része, azonban ő maga túl kényelmes lett ebben az álomvilágban, és semmi mással nem foglalkozik, csak azzal, hogy ezt fenntartsa, és teljesen lényegtelen az, hogy milyen események történnek a világban, kivel mi történik, addig, amíg ide nem ér el, és a mi életünket nem befolyásolja, addig minket ez nem érint, ez nem létezik számunkra, ez nem fontos. Azon kevesek számára, akik képesek voltak kitörni ebből a fogságból, ebből az intellektuális és szellemi fogságból, remélhetőleg még van annyi idő, hogy felkészüljenek arra, ami következik, hiszen ők tudják, hogy ezek a problémák, amikkel szembenéznek, már a világ különböző pontjain nem fognak megállni. Az Európai Unió határánál, vagy a magyar határon, vagy bárhol, mindaddig, amíg azok, akik uralják és irányítják a világot és ezeket a folyamatokat, el nem érik a céljukat. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!